Így búcsúztak még június végén a diákok a Székesfehérvári Vasvári Pál Gimnázium épületétől. A 2024-25-ös és 2025-26-os tanévek idejére a gimnázium átköltözik a Székesfehérvári Bori Jenő általános iskola épületébe, mivel ebben a két évben jelentős átalakításokon és bővítéseken megy majd keresztül a vasútállomás melletti iskola. A nyár elején az otthonából teljesen kipakolt a Vasvári Gimi, hogy átadják a helyet a munkálatoknak. Cserpalkovics András polgármester Facebook oldalán tette közzé a felújított épület és a Prohászka Ottokárút túloldalán lévő parkolóhelyére épülő tornacsarnok látványterveit. Az iskola épülete a mai naptól fogva munkaterület. A beruházás napokon belül fizikailag is elindul végre. Nagyon várta már ezt nem csak a vasvári közössége, hanem egész városunk is. A beruházásban jelentősen bővül az iskola, hiszen teljesen új, különálló épületet kap. Ebben 12 új tanterem, a tornacsarnok, a könyvtár és két sportcélú terem kap helyet, összesen 3166 négyzetméteren. Olvasható a polgármester közösségi oldalán. Továbbá kiemelte, a régi épület geometriája változatlan marad. Azonban a mostani tornaterem helyén egy zsibogót és egy előadótermet alakítanak ki, valamint megújulnak az udvari sportpályák is. Az összesen 3,7 milliárd forintból megvalósuló beruházásnak a Modern Városok program keretében 2026-ban kell elkészülnie. Akkor költözhetnek majd vissza a diákok és a tantestület a felújított, modern, szeretett iskolájukba.